Jó estét kívánok! Önök a Magyar Televízió Pécsi közleti stúdiójának kulturális magazin műsorát látják. Tartsanak velünk az elkövetkezendő 45 percben. Adásunk telefonszáma 0680 210 224, mely a műsor ideje alatt ingyen hívható. Ezen a számon várjuk a műsorral kapcsolatos észrevételeiket. Arról a bizonyos tükörről, mely az alkotó személyiségén keresztül mutatja be a világot, Shakespeare beszél az először. Ezt az írott, faragott vagy festett tükröt mindenki másképp tartja elénk, ennek megfelelően más a benne lévő kép is. Ez lehet valósághű, a múltat idéző, lehet a jelentől elvonatkoztatott, meseszerű, vagy éppen groteszk. Mint például Örkény István tükre, melyből egy sajátos, rendkívüli személyiséget ismerhetünk meg. Vajon mi lenne, ha ő ismét megjelenne, egy este leülne, és elkezdené mesélni az életét? Talán ez a gondolat szülte a Komédium Színház legújabb produkcióját, melyet Bereményi Géza és Mácsai Pál állított össze Örkény szavaiból. Azt meséld el Pista címmel, nemrég Mácsai Pál önálló estjét láthattuk a Pécsi Művészetek Házában. 1912. április 5-én születtem Budapesten, Damjanich utcai bérházban. Rendkívüli módon szép csecsemő voltam. Mihelyt megláttam a napvilágot, a bába letépett engem édesanyám kebeléről, gyorsan megmosdott, meleg tavaszi nap volt április, kirohant velem a körfolyosóra, és hát kiabálni kezdett lelkesen, hogy ezt a gyönyörű fiút Isten áldotta, szép fiú, stb. Na, sorra nyíltak ki a gangon az ajtók, jöttek ki a lakók, néztek engem, örvendeztek. Ez volt életem egyetlen felhőtlen sikere. Ettől kezdve a sorsom merő dekadencia és romlás. Én nekem az a célom, hogy az, aki ide eljön, az úgy érezze, hogy találkozott Örkénnyel. Ő legendás mesélő volt. Direkt nem mondom, hogy sztorizó, mert a történetei mind jobbak, többek, gazdagabbak, mint egy sztori. Hanem, hát ez egy nagyon tipikus magyar értelmiségi élet. Ilyen sok ezer volt, százezrek. Voltak fiatalok, jómódúak a Horthy rezsimben. Járták meg a Donkanyart, jöttek haza, alkalmazkodtak az 50-es évekhez, szakítottak velük, voltak szilencímon, kötöttek alkut a hatalommal utána, és csinálták meg a maguk szuverén művészetében ellenére. De az az optika, hogy az Örkény látja ezt, az nagyon egyedi. Tehát az az iróniába, humorba, de ugyanakkor fájdalomba és mélységbe oldott életszemlélet, az nagyon sajátos. Hát azt tudni kell, hogy nekem nincs nagy zenei hallásom, szegény apámnak per abszolút nem volt, tehát a harangkongást képtelen volt a szögeléstől megkülönböztetni. Nem baj, bécsi tisztek, magyar nótát ide! Mire a Ronáher híres, rakkos, szalós zenekara közölt, hogy entschuldigung, ők nem tudnak magyar nótát. Apám fölállt, elővette a szolgálati fegyverét, 12 tükröt körben belőtt, büntetésből. És akkor sürgőzött a nagyapámnak, járt a Ronáherben, fogyasztott 12 tükröt, ennyi meg ennyi koronát küldjön a nagyapám. No, így ment el a négy családi patika szépen egymás után. Örkénnyé kell válni, mert ezek olyan szövegek, amelyeket ő mondott el saját magáról. Interjúkban, család által őrzött magnószalagokon, feljegyzésekben, naplórészletekben, ezek egyeszám első személyű szövegek. Tehát muszáj közel lenni hozzá. És hát nagyon érdekes feladat, mert a színház úgy szokott működni, hogy van a szerző, aki megír egy szerepet, aki egy fikció, Hamlet nem létezik egészen addig, amíg az ember le nem veszi a polcról. És akkor sem ad meg többet a szerző, csak annyit, hogy mit mond, meg kinek. Itt viszont van egy ismert és gazdagon dokumentált személyiség, akinek a hanghordozása, a kinézete mind-mind ismert. Tehát ez egy nagyon vékony kötél, amit végig kell menni. Ki a nagypapa leült és hosszas fejtöréssel kiválasztotta a neki tetsző őbetűs magyar nevet, ami hát nem a hasonló csengés miatt ajánlatos, hanem azért, mert akkor a monogramot nem kell átvaratni a fehérnek. Meg volt a név, és Bölcs Páter familiászként útnak indította akkoriban egyetemi hallgató apámat Szolnokról Budapestre, menjen el a belügyminisztériumba, és adja be a névváltoztatási kérelmet. Apám azonban a belügyminisztérium helyett hát egy vendéglőbe ment, mintegy 48 órát maradt, és az emelt hangulatban tökéletesen elfelejtette a kiválasztott nevet,
Bánatában még ott maradt három napot, hátra eszébe jutott. Nem jutott eszébe, úgyhogy visszajut a vonatra, és lelkiismeretfurdalási rohamoktól gyötörve bámult kifelé a kupé ablakán. És egyszer csak a vonat ment egy kis állomásra, ki volt írva nagy betűkkel, Örkény. Nézi az apám. Ő betűs. Magyar, nagyon tetszett neki. Leszállt, bevárta az ellenvonatot, felment a belügyminisztérium, és beadta a névváltoztatást. Azóta hívják a familiát Örkénynek. Hát azt írja Nádas Péter az Örkény emlékkönyvben, hogy az a furcsa neki, hogy amíg éltek ezek a nagyok, és itt gondol Ijésre, Örkényre, Németh Lászlóra, addig világos volt, hogy Ijés és Németh László nagy író, Örkény jó író. De mióta meghaltak, azóta Örkény él. Tehát az, hogy én emberként élhetem végig az életem, nem pedig mint fű, fa vagy virág, az adósságot jelent valakinek vagy valaminek, ezt nem tudom, azt hiszem ez inkább csak elnevezés kérdése. Ha nem szeretném kerülni a nagy szavakat, azt is mondhatnám, hogy embernek lenni feladat. A mai merkant világban, ahogy a következő összeállítás egyik szereplője mondja, nem a tradíciók vagy új szellemi áramlatok hoznak létre irodalmi csoportosulásokat, hanem egy-egy kiadvány köré szerveződnek az írók és költők. Ilyen sorozat az Íves könyvek is, amelyet Bari Károly szerkeszt, és amely Pécset is bemutatkozott egy irodalmi est keretében. Az ő tükrük egy kicsit más. A négy nemrég megjelent kötet szerzőit Pálinkás György mutatja be. 1975-ben Pécsettén Csordás Gáborral, Parti Nagylőssal, sokan másokkal, Melius Délaitél, Gáros Orsolyával, Jádi Ferenc már Berlinben van, létrehoztam egy kört itt Pécsett, ami egy műhelynek is fölfogható abban az időben, azért nehéz volt bizonyos csoportosulásokat, irodalmi szerveződést lebonyolítani, mert hát sok helyről figyelték, de nem a jelenkor ellenében, hanem mondom a magunk okulására is, és hát bizony valami szándékkal, hogy fiatalítsuk ezt a jelenkori irodalmi életünket, tehát akkori időnket. Na most én úgy érzem, hogy talán a mai világ ebben merkant időben már ilyen műhelyek vannak is, hát nem igen lehet tudni róla, mert talán rögtön azt kérdezted volna te is. Én azt hiszem, hogy inkább kiadványok köré, vagy folyóiratok köré csoportosulnak, tehát nem olyan szándékkal, hogy egy alkotókört hozzanak létre, és egymást segítve az irodalmi életet, ugye jelen legyenek az irodalmi életbe. Na most egy ilyen példája ez a Íves könyvek sorozat, amit Bari Károly szervezés, szerkeszt, illetve ad ki folyamatosan. Számozott példányok a mai időnkben, ez egy nagyon érdekes dolog, ugye, mert hát lassan már hát nem hiszem, hogy olyan becse van a könyveknek, mint mondjuk akár ezelőtt egy 5-6 éve is. Hát írok, és akkor általában ez néha magamnak, néha nem magamnak, néha meg senkinek. Vannak célszemélyek, ugye. Van ilyen, hogy múzsa, néha meghal, néha nem hal meg, és valamikor tényleg csak a papírra írok, és papírnak. Prózaversek vannak benne, meg versek, meg ilyen töredékszerű dolgok, szövegek inkább. Szövegeknek lehet egy legjobban jellemezni, mik elkezdődnek és félbe maradnak, csak hát így töredékesen teljesek talán. Így jól meg ideologizáltam magamat. Bakocz József, Amerikában élő magyar származású költő, neki megjelent itt 7 kötete, Megalit, kiadatlan 20 kötete, hihetetlen géniusz volt. A Rechtenwald Erzsébet Amsterdamban élő festőről szól, és a Szabados György zeneszerzőről, tehát a hozzájuk való kapcsolatomról, a barátságunkról, és hát tulajdonképpen ez egy ilyen nagy művészeti, hát nagy, úgy értem, hogy nem nagy, 32 oldal, csak egy nagyon komplex könyv a művészetről, az ő szemléletükről, a hihetetlen spirituális képességeikről. Tehát igyekeztem rövidre fogni, és az annyira kemény lett, hogy versnek ilyen. Nem vers, prózai, teljes prózai kötet, és tehát különböző földrészeken is játszódik. De 32 oldalon mindent meg lehet írni.
Nem tudom, amikor az ember megír egy verset, nem biztos, hogy arra gondol, hogy megjelenik, vagy nem jelenik. Hát általában megjelenik, de hát ez inkább másodlagos. És miért írsz verseket? Hát mert részint egy érdekes játék, részint pedig van a dolgok, amik csak ilyen módon elmondhatom a valószínűleg. Útra tette el, kiűzte, Tilla népje szerte szána, Tilla népje szerte szána, Tilla népje szerte űzte, Tilla népje szerte űzte, Torkajaig összeunta, Torkajaig összeunta, Okattaja üritteje, Okattaja üritteje, Szúrta szárta össze-vissza, Szúrta szárta össze-vissza, Szánra ülve Tilla népje, Szánra ülve Tilla népje, Ügetteje vaktattája, Ügetteje vaktattája, Ükszüleje háza veszve, Ükszüleje háza veszve, Heide monta ihaj monta, Heide monta ihaj monta, Mohatsialainen vízben, Mohatsialainen vízben, Többje veszte ükkapája, Többje veszte ükkapája, Eszme vitte jomra korga, Eszme vitte jomra korga, Puha párna marasztalta, Puha párna marasztalta, Ejde vissza minek jönne, Ejde vissza minek jönne, Kihaltaja ükkunóka, Kihaltaja ükkunóka. Még ezen a héten látható Pécsett a Várostörténeti Múzeumban az Iskola térben és időben című fotókiállítás. Izsák Mária és Barta Levente képei, melyek az ország különböző iskoláiban készültek, egyszerre tárják elénk az iskolásokról ellesett pillanatokat és az őket befogadó tereket, épületeket. Tükör ez is, hiszen amit most látni fognak, az mind iskola. Műsorunkban már szerepeltek mai könyvek, tekintsünk most vissza elődeikre. A régmúltat idézi fel az a kiállítás, mely a Kaposvári Egyházmegye plébániáinak 17.-18. századi könyveiből nyílt Kaposváron, a Mille Centenárium és az alapításának 180. évfordulóját ünneplő Somogy vármegyei könyvtár tiszteletére. A tárlat mottója szemenként szedegetett szép, tiszta búzakalászok.
A finoman alliteráló idézet attól a Padányi bíró Mártontól való, aki a mai egyházmegye elődjének, a Veszpréminek volt a püspöke éppen abban az időben a 17.-18. Században, amikorra a tárlókban látható könyvek kiadása esik. A kötetek a Somogyvári Esperesség, a Ladi és a kéthelyi plébánia könyvtárának legszebb, legérdekesebb és természetesen legrégebbi darabjai. S hogyan jöttek létre ezek a gyűjtemények? Az egyházi rendelkezések szerint a helyben elhalt plébánosok könyveit a könyvtárba sorolták. Egy-egy gyűjtemény mennyiségét és minőségét tehát a helyi plébánosok felkészültsége, műveltsége határozta meg. A mára igencsak töredékes könyvtárakban még ma is érezhetők azok a szellemi áramlatok, amelyek meghatározták az 1600-as, 1700-as éveket, a késő reneszánsztól a felvilágosodásig és rokokóig. Kultúrtörténeti utazást jelent a tárlat végigbogarászása, bár a könyvtárak anyaga, s így a kiállításé is elsősorban az egyházi irodalomból, teológiai művekből tevődik össze. Megtaláljuk itt például a magyar barokk próza legnagyobb alakjának, Pázmány Péternek több munkáját is. Hitvitázó művei közül az 1766-os kiadású Hodégust, igazságra vezérlő kalauzt, vagy a vasárnapokra és egyéb ünnepekre rendelt prédikációk gyűjteményét. Nem hiányoznak a könyvtárakból sem a szertartás, sem az énekes könyvek, de a legérdekesebbnek mégsem egy nyomtatott mű mutatkozik, hanem az a Zsoltár fordítás, amellyel az egyik hajdani somogyi plébános kísérletezett, és amelyet az egyik kezeügyébe került kötet előlapjára jegyzett fel. A teológiai munkák mellett, főleg a 18. századtól megjelentek a plébániai könyvtárakban az egyéb bölcseleti munkák, történelemkönyvek, nyelvtanok, szótárak és az irodalom is. És ugyan ezek a kötetek ma is a világ szeme elől elzártan a plébániák könyves szekrényeiben lapulnak. Egy évszázaddal ezen kötetek keletkezése után már nyilvános könyvtára volt Somogynak. Festetics Lajos bőkezű adományt juttatott a vármegyének, 4000 kötetből álló könyvtárát ajándékozta Somogynak, s ezzel 1816-ban megvetette a vármegyei könyvtár alapját. A távolabbi múltba, honfoglaló eleink világába kalauzol minket a Keszthelyi Balatoni Múzeumban október közepe óta látható ősi magyar építmény, egy jurta. A vezéri jurta pontos mását a kitűnő zalai mesterek Zalaegerszegen a Gébárti tó mellett 4 hónapon keresztül építették. A következő percekben bepillanthatunk az építés fázisaiba, és az építők segítségével felidézhetjük őseink életét. A jurta évszázadok, évezredek alatt kialakult építmény, a népi tapasztalat csodája. A jurta pompás lakás, csöppet sem kezdetlegesebb az épített háznál, inkább tökéletesebb, írja László Gyula professzor őseinke kedvelt hajlékáról. Milyen céllal épült a Gébárti jurta, és hogyan került a Balatoni Múzeumba? A Gébárti tó mellett van a Népművészetek háza. Az ő szervezésükben Zala megyei népművészek közreműködésével készült ez a Millet Centenárium tiszteletére. A augusztus 20-i bemutatót követően aztán vándorútra kelt ez a jurta, most november 16-áig nálunk a Balatoni Múzeumban látható, ezt követően pedig reményeink szerint több hónapon át Budapesten a Néprajzi Múzeumban lesz látható. Hogyan zajlik, vagy zajlott az élet egy jurtában? Hát a születéstől a halálig itt zajlott az élet, hiszen itt szült az asszony, akármilyen furcsán hangzik, a házas élet is a jurtán belül játszódott le, és nem volt külön hálószoba. A vendégeket is természetesen a jurtában fogadták, itt étkeztek, főztek, és hát a háztartási munkát, a szövés-fonást is itt végezték. Tehát a mindennapi élet helyszíne volt a jurta. A jurta berendezése olyan volt, hogy minden háztartási tevékenységnek megfeleljen. Középen állt a tűzhely, és benne egész nap égett a tűz. Ha a jurtát az ajtótól számítva 4 egyforma körcikre osztjuk, akkor megkapjuk a benne folyt élet egész rendszerét. Ha megnézzük a berendezést, bal oldalt a nők felszereléséhez használatos tárgyakat láthatjuk, egyéb kerámiákat, vagy éppen kéregedényeket, a jobb oldalon pedig azokat a felszerelési tárgyakat, amelyek a férfiak mindennapi tevékenységéhez, munkájához igazodtak. Külön is felhívnám a figyelmet, itt láthatunk egyszer egy
nyilvesszők számára egy tegeszt, mellette egy i tegeszt, amelyben felajzol látható a magyarok rettegett fegyvere, a reflex i, nyugalmi állapotban pedig mellette itt a keregébe belefűzve láthatjuk ezt. És hát honfoglaló sírjaink legszebb darabjai a tarsói lemezek, itt egy honfoglaló tarsói lemez galvanó másolata is látható. A jurta összeállítását a honfoglalás korában a nők végezték. A nomád életmód mellett fontos volt, hogy szállítása, felállítása gyorsan, könnyen történhessen. Vázának legfontosabb része az úgynevezett kerege, mely szíjakkal összekötött lécecskékből állt. A keregéket földre állítva egymással összekötötték, s ajtókerettel fogták össze. A gébárti jurta készítéséhez mintegy 8 köbméter kőrisvára volt szükség. A rács szerkezetnek a készítéséhez kőrisva rudakat használtunk, amit ketté hasítottunk, és utána azokat szépen vonókéssel, kézi munkával lesimogattunk. Megépítettük, vagy átfurkáltuk, utána bőrrel össze lett kötözve, és ebből alakult ki a keregének az oldalfala. A felső rudakat hajlítani kellett, ott kalorákat kellett ahhoz készíteni, hogy azokat meg tudjuk hajlítani. A felső nagykarikát azt megint csak főzéssel hajlítottuk meg, és építettük össze, és abba kerültek azok a furatok, amik a szaru lécetet tartják, és az oldalfalhoz rögzítve pedig vonal a szöböt kötegekkel vannak rögzítve. Az ajtókeret elkészítése szintén a fásoknak volt a feladata, ami hát látszik a bejáratnál. Ezeket a mi szakági embereink készítették el, Keszthelyről, Zalaegerszegről, Lentiből, és a megye különböző pontjairól jöttünk össze hozzá hétvégeken, és így készült el maga a szerkezet. A jurta fából készült szerkezetét vastag nemez borítja. Ennek alapanyaga a kártolt birkagyapjú, melyből a gébárti jurtához közel 7 mázsát használtak föl. Azok a lapok, amik körbe borítják a keregéket, azokat 3,5-3 méter szélességre raktuk föl, és 4-7 méter hosszúságra raktuk. A felső lapokat már nagyobbakból szabni kellett, ahhoz pedig 9 méter hosszú és 3,64 méter széles lapokat készítettünk, és ebből vágtuk aztán ki, mikor elkészült a csonka kúpnak a palástját. A jurta külsején, valamint belsejében, a szőnyegeken és más használati tárgyakon érdekes motívumok láthatók. Minden mintának jelentése van. Mi megpróbáltuk a magyar mintákat felhasználni, illetve azokat átfogalmazni. Tehát gondolok itt az életfára, amit itt láthatunk ezen a zsákon, ezeken a terménytartó zsákokon, életfa a középen és 2 madár. Ezt a bőrösök is használták régen. Aztán megtalálhatók még az életfának a motívumai, a születés motívuma, az ő alakok, ami szembe található a nemes sátorban, a nagy szőnyegen, amin állunk, az élet, a családfőnek a helye, az pedig az életbokor, életfának a jele. A színeknek is ugyanígy megvolt a jelentősége, tehát gondolok itt a pirosra az élet színe, a vér, a sárga a nap, a kék a víz. Száz Endre festményeivel létrehozott tükre egyedülálló, jellegzetes, minden részletében felismerhető. Száz Endrét nem kell bemutatni senkinek. Képei, kiállításai vonzzák a látogatókat. A Kaposvári Színfolt galériában nemrég megnyílt tárlatán azonban nem csak az általa festett képek, hanem feleségi munkái is láthatók. A képekben egyetlen közös dolog fedezhető fel, ez az alkotás öröme. 12 évvel ezelőtt kezdődik a történet, amikor is egymásra találtak Hollóházán. Valahogy a sors is úgy akarta, hogy ne túl hosszú időt töltsenek ezen a Borsod megyei településen. Én örülök annak, hogy személyesen is közreműködhettem ide csábításokban. Ma már igazán somogyiak, várdaiak, és az az érték, amit Szász Endre művészete, körülötte lévő kultúra, egész aura magába hordod, ez nagyon fontos ennek a tájnak. Szász Endréről és a hozzá hasonlókról alakul ki vélemény, és ha rajtuk keresztül ismernek meg bennünket, itt élő embereket, akkor valójában egy olyan értékítélet jön létre, amit valamennyien szeretnénk. Ezért nagy értékű a mi számunkra, itt élő emberek számára, és ma már én is így fogalmaz, hogy somogyi vagyok.
Szász Endrét sokszor, mint a színek nagymesterét jellemzik, virtuóz technikai tudása mellett színérzékenységét, kolorit gazdagságát és jellemző készségét ítélik páratlannak. Ezen a tárlaton természetesen megtaláljuk képeinek mindezen színes jellemzőit, de legérdekesebbnek most mégis fekete-fehér olajfestményei látszanak. Nagyon sok kedvencem van, azok közük sok a kedvenc. Van közötte, ami az indíteményemből való, amit néha sikerült kicsikarnom tőle névnap vagy születésnap ürügyén, azok közül is van itt egy pár darab. Szász Endréről az is köztudott, hogy a festészet mellett üveget, porcelánt, bútort, ékszert is tervez, szinte csak pihenésképpen. Legújabb tervei biztosan sokak tetszését megnyerik majd, ezek egyedi csempe tervek, amelyekből a kaposvári tárlaton többet is bemutat. Ezt Hajdú Katalin, bár valamikor foglalkozott rajzzal, festéssel, évekig egyáltalán nem fogott ecsetet a kezébe. Két éve azonban férje rábeszélte. Sokat biztatott, míg végül rászántam magam. Nézegettem a virágokat, a tanítványait, ahogy fejlődtek, és úgy gondoltam, hogy hát ideje, hogy én is újra elkezdjek dolgozni. Még kicsi gyerekkoromban kezdtem, hogy jött ez az indítatás, azt nem tudom. Valahogy kedvet éreztem a rajzolásra, és a városi Hajdúszoboszlón városi rajzszakkörbe jártam sok-sok éven keresztül, 7 éves koromtól felnőtt koromig, amíg Kolozsvárra nem kerültem, később ott dolgoztam a Szász stúdióban. Aztán volt egy pár éves kihagyás, és most 2 évre elkezdtem festeni. Kati, én természet után fest, másképp festem, de én természet után fest. És én, amit a legjellemzőbbnek tartok rá, hogy neki sikerül az, hogy ő örömmel fest. És ez az öröm belekerül a képekbe. Én ezt tartom a legjellemzőbbnek. És az, hogy nagyon színes. Hála Isten, nagyon színes. Általában a nőknek jobb a színérzékük, mint a fiúknak. Csak aztán a nők férhez mennek, aztán gyereket szülnek, megfogják a falkanalat, és abba hagyják. Nagy kár. Ez nagyon nagy baj, nagyon sok tehetséges nő abba hagyja a festést. Kati is abba hagyta egy ideig, de aztán addig szekáltam, amint újra elkezdett festeni, és nagyon örülök neki, hogy szépen. Szász Endre ezt a közös kiállítást inkább felesége tárlatának tartja. Személyes érdemének tekinti, hogy sikerült rávennie a festésre, és Hajdú Katalin munkáiról szólva sok minden kiderül a vidéki művészek helyzetéről is. A növendékeimtől kapott kedvet, hogy látta, hogy szinte semmiből néhány év alatt felfejlődtek, úgyhogy egész komoly képeket csináltak. Az egyik kislánynak már kiállításai vannak sorozatosan, és akkor neki is visszajött az önbizalma, és elkezdett festeni. Hála Isten, az alapjai neki megvannak még régről, jó rajzolt. Egy festőnek mindegy a téma, az csak egy ürügy arra, hogy fessen. Csak a csendélet, az kézni van, a virág ott van a kertben. De vagy a takarítónőnk lánya ott van a kertben néha, nem mindig. És hát ő szeret figurálisat festeni, csak ritkán van alkalma, mert nem igen vállalkoznak. Ugye hivatásos modell nincs vidéken, falun, nehéz ott keríteni. És hát ezt nem akar senki órákig leülni, sőt napokig leülni, hogy fessék, de festő figurálisat is. A Színfolt galériában látható tárlat érdekessége a művészházaspár bemutatkozásán túl az is, hogy a rendkívüli termékenységéről ismert Szász Endre az 5 hét alatt többször cseréli kiállított képeit, így a most látható alkotások csak ízelítők a tárlatból. És most következik egy kis színház, mégpedig a népszerű pécsi Bóbi Tabáb Színház. Fesztivál sikerekkel, új bemutatókkal kezdődött az évadjuk. A kicsik és a nagyok legnagyobb örömére hosszú idő után ismét állatmeséket láthatnak a gyerekek Kipling nyomán. Augusztus végén kezdtük el az évadot, és rögtön egy fesztivál szerepléssel. Zágrában vettünk részt a 29. Nemzetközi Báb Fesztiválon, és mondhatom azt, hogy szép sikereket arattunk, hiszen a 9 ország 17 báb színháza mellett szerepeltünk mi is, és két díjat kapott a Báb Színház, az egyik a legjobb díszlet tervezésért, Szász Zsolt a tervezője, valamint a legjobb színészi alakítás díját Hang Gábor nyert el. Az előadás címe
Szelek úra és Esők úrnője, amivel részt vettünk a fesztiválon. Azóta már egy másik fesztiválon is játszottunk, ez a Beszterce-bányai Közép-európai Bábfesztivál, ahol szintén nagyon kedvező kritikákat kaptunk, illetve újabb fesztivál meghívásnak nézünk elébe. Hallod ezt a teve? Gyere, szolgálj! Futkos, mint mi többiek! Nem hallod? Gyere, szolgálj, te! Elkezdtük az évadot is olyan módon, hogy megvolt már az első bemutatónk, Kipling, Magyar Ágnes darabja az Állatmesék címmel. Ez négy rövid kis történet, amit láthatnak most is a nézőink. 4-10 éves korig ajánlott ez az előadás. A Bábszínházban már nagyon régen volt állatmese, állatos történet, és a korosztály szempontokat figyelembe véve erre már nagyon nagy szükség, igény mutatkozott, és ezért választottam ki Kiplingnek négy történetét, a hogyan szerezte a leopárda foltjait, a miért púpos a teve, az elefántkölyök és a magányosan sétáló macska című meséket, és hát ezt játsszuk a gyerekeknek. Andi, mint tanakodtok dolgos állatok? Minden sivatag dzsínje, légy üdvözölve! Válaszolj kérlek, rendjén való-e, hogy valaki ezen a világon semmit se tegyen? Hát már hogy volna rendjén? Ez év májusában a Siklósi Szalon című képzőművészeti találkozón és kiállításon a Pécsi Körzeti Stúdió külön díját nyerte el Vida Dezső, Siklóson élő képzőművész. A nyugdíjas művésztanár 42 éven keresztül tanított, de mint mondja, élete legnagyobb pillanata az volt, amikor nyugdíjba vonult, hiszen végre lett ideje alkotni. Ma már szinte remeteként él és alkot Siklóson, abban a városban, mely többek között az ő tevékenysége folytán válhatott a kultúra egyik fellegvárává. Siklós kapcsán Vida Dezső neve ugyanúgy fogalom, mint a siklósi váré, vagy a siklósi olasz rizlingé. Azt szoktuk mondani, hogy igen sok tanítványa vált kiállító művészé, de talán sokkal fontosabb az, hogy 42 évi pedagógiai munkássága során a polgárok nemzedékeit tanította meg a vizuális látásra, a modern képi gondolkodásra. Ennek is eredménye talán, hogy ma már Siklós nem végvár, hanem a kultúra egyik fellegvára. Amíg tanított, művésztanárként emlegettük. Évek óta nyugdíjban, inkább a remetéhez hasonlít már, mint a végvári vitézhez. Ez a 40 év annyira leterhelte az időmet, hogy csak a 24. óra után, ami nem létezik, tudtam művészettel foglalkozni. Volt olyan alkalom, hogy heti 20 osztálycsoportban 3 szakkörrel járási referensként működve, gimnáziumot kiszolgálva. Nagyon kevés időm jutott a művészeti munkára, de a nyári alkotótelepek és a fejben való munka azért nem hagyta elsikolni ezeket a problémákat, bennem éltek, és ennek én nagyon-nagyon örültem. Életemnek legnagyobb pillanatai azok voltak, amikor nyugdíjba kerültem. Két nagy sztori volt a Tanítványaim és én 40 éve című kiállítás, ami nagyon nagy sikerrel zárult, és a gyűjteményes kiállításom. Ezek között sok olyan munka van, amit meg kellett oldanom, meg kellett csinálni. Most nem csak a Judit fasor halálára gondolva, a Pünkösd a fasorban, a város
hanem közben arra is gondoltam, hogy tulajdonképpen az ácsbálványok, a apám ácsbálványai, kádárbálvány és a többiek, hogy ha ezeket elkészítem, akkor azokat a gondolatokat, azokat a problémákat, ami gondolatiságban már megvalósult bennem, és kicsi vázlatokban is, azokat kellene ismét elővenni, mert tulajdonképpen egy ember egy élete során egy-két problémával tud csak foglalkozni, és ezeket kell kiteljesíteni. És úgy gondolom, hogy nagyon nehéz a mai világban két irányban kiszolgálni a társadalmat. Egyrészt az, hogy akik el vannak maradva 50 évvel a művészetben, azok kívánják, hogy még tényleg olyan figuratív és reális dolgokat készítsen az alkotó, ami az ő igényüket kielégíti. De ugyanakkor a művésznek tovább kell lépni, és a korral együtt kell haladni, és ez eléggé sok terhet ró rájuk, és hát bizony sokan ebben tulajdonképpen fel is őrülődnek. Most tulajdonképpen a régi dolgokat szeretném elővenni, és akár a vibrációtól kezdve a kettős formán át, vagy egy-egy szép grafikai lap, ami grafikában valósult meg gyorsan, mert a szín az egy olyan probléma, hogy nagyon-nagyon igényes, és nagyon sokszor meg kell állni, 10-szer, 20-szor, hogy tulajdonképpen az hogyan valósuljon meg. Hál' Istennek, hogy erre rájöttem, hogy nem hamarkodom el a dolgot, tehát nem egyből festek, hanem megálmodva, éjjel küszködve, gondolkodva, hogy na most hogyan és mitért. És akkor a végén azért tényleg az jön ki, amit én szeretnék. A mostani munkáiban egyre több a talált tárgy. De amikor 80-ban a 130 éves plésházat, mivel annyira szét akart szakadni, mikor a